Lehet, hogy szörnyen hangzik, de ember vagyok. Ezért azt mondtam, Uram, miért hagytad, hogy ez megtörténjen? Jill 56 éves volt, amikor 2014 őszén intenzív görcsei és erős vérzései voltak. Eleinte nem aggódott túlságosan emiatt. 2 évvel a menopauza után nem igazán aggódtam. Azt gondoltam, hogy ez talán természetes. Talán ez egy megszokott dolog. Nem az volt. November elején már egy orvosi rendelőben ült, hogy megkapja a szövettani vizsgálat eredményét. Jillnek méhnyakrákja volt. Behívta a férjét, aki az előtérben várakozott. Sírva estem a karjaiba. A rák szót senki nem akarja hallani. Teljesen le voltam rökönyödve, minthogyha fejbe vágtak volna, mert egyszerűen annyira váratlanul ért. Teljesen összetörtem. Kész voltam. Jimmy is egy roncs volt. A szemébe néztem, és láttam, hogy ő sincs jobban, mint én. Próbált erős lenni, de a szemei elárulták, hogy nem az. Jill tudta, hogy az elkövetkező hetekben Isten segítségére lesz szüksége, hogy megtartsa. Eszembe jutott az írás, a rómaiakhoz írt levél. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Emlékszem, ezt az igét vallottam meg. Tudtam, hogy Isten velem van, és ebbe kapaszkodtam. Bár korán felismerték, Jillnek azt mondták, hogy a rák gyorsan terjed, ha nem kezelik azonnal. Az onkológusa azt mondta neki, hogy méh eltávolításra, átfogó kemoterápiára és sugárkezelésre lesz szüksége. Ahogy a kórházi időpontokat egyeztettem, a dolog egyre valóságosabbá és egyre ijesztőbbé vált. Jill félelmeit fokozta, hogy korábban látta, amint az édesanyja, az apja és a testvére a rák ellen küzdött. Az édesanyja volt az egyetlen, aki túlélte. Jill, aki megpróbált megbirkózni a betegségével, azt mondta, hogy kapott egy üzenetet Istentől, ami békét adott neki. Az ágyban feküdtem, és emlékszem, ahogy hallottam, ahogy a Szent Szellem szólt szívemhez, és azt mondta, hogy véget fognak érni a megpróbáltatásaim. Úgy éreztem, mintha ezt mondta volna nekem. Jim mindeközben a saját félelmeivel küzdött. Depressziós voltam. Féltem. El sem tudtam képzelni az életem nélküle. Imádkoztam Istenhez, hogy kérlek, ne vedd el őt tőlem. A következő 7 hétben a házaspár várt, ahogy Jill műtétjének időpontja egyre közelebb került. Imádkoztak és folyamatosan dicséreteket hallgattak, és hitték, hogy Isten meggyógyítja őt. Ő mindig velem van. Azt mondtam az Úrnak, szükségem van rád, és nem tudok ezzel megbirkózni. Kell, hogy segíts. A családjukhoz és a gyülekezethez fordultak imáért és támogatásért. Az egész gyülekezet előre jött, és körém gyűltek. Nem csak az ima volt csodálatos az Isten tiszteleten, minden dalban úgy éreztem, hogy az Úr énekel nekem. 2015. január 2-án a házaspár elindult a kórházba Jill méh eltávolítása miatt. Emlékszem, hogy vezettem, és énekeltünk a kocsiban. Jill dicsőítette Istent. Ha 100 évig élek is, soha nem fogom ezt elfelejteni. Csak arra tudok gondolni, hogy... Istenem, köszönöm ezt az istenfélő nőt. Köszönöm, hogy adtad nekem, hogy velem van. Csodálatos volt. Azt mondtam, Uram, te vagy az, aki meggyógyít. Tudtam, hogy bármi történik, ő velem van. A műtét sikeres volt, és Jill 2 nap múlva hazamehetett. Néhány nappal később az orvosa felhívta. Várták a vizsgálati eredményeket, amelyekből kiderül, hogy sikerült-e eltávolítaniuk a rák minden részét. Azt mondta, hogy a méhnyak tökéletesen tiszta, és olyan, mintha új lenne. Az összes nyirokcsomóm tökéletes volt. Ha a tüneteket vesszük figyelembe, ez elképesztő. Nagyon boldog voltam, és ünnepeltünk. Dicsértük az Urat, és imádtuk. Egy igazi halleluja pillanat. Örültünk, és fel alá ugráltunk. Tudtuk, hogy végeztünk, és ennyi volt. Nagyszerű volt.
A hírek még jobbra fordultak. Az orvos azt mondta Jillnek, hogy nincs szüksége további kezelésekre. A legjobb az volt, hogy minden időpontot lemondhattam. Nem volt kemoterápia, nem volt sugárkezelés, és a hajam is megmaradt. Jill ma is tünetmentes. Amikor visszatekintek erre, és látom Istent ezen az úton, látom, hogy hol vezetett engem, látom, hogy hova vitt engem, és mikor bátorított. Ez csodálatos utazás volt, egyre mélyebbre és mélyebbre jutottam Isten megismerésében. Talán ez a legcsodálatosabb ebben az egészben.